A kakas és a pipe Volt az erdő kellős közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe, menj -e gyorsan kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakas a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem pipének, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy széplánytól. lánytól. Elment aztán a kakas a széplányhoz. Széplány, Szép, szép lány, adjál koszorút! Nem kapsz, mondja a széplány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét! Tejecskét viszem a szép széplány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútát vizet, vizet viszem pipének, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a széplánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakas a réthez. Rét, adjál szénát! Szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét. Tejecskét viszem szép széplány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kútát vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy a kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rétát szénát, szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kútát vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, amíg nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát. Menj gyorsan a szemét dombra kaparászni, ott lelt egy krajszárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsó tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott Pipe ma is él, ha meg nem halt.